A Munkecsi Székesfehérváron című kiállításon 77 alkotás látható 11 kiállító teremben. A Pák Imre magángyűjteményéből válogatott műalkotások között 64 festményt, 8 grafikai munkát tekinthetnek meg az érdeklődők a Munkecsi életműből, valamint más alkotók Munkecsiről készített festményei, és Pásztor János Munkecsit ábrázoló szobra is helyet kapott a kiállító termekben. Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere elmondta, hogy a tárlat méltón sorakozik fel a kulturális életünket koroktól és nemzetiségtől függetlenül meghatározó mestereket bemutató rangos kiállítások közé. Egy világszínvonalú gyűjtemény érkezett fantasztikus festményekkel. Amikor az ember elővesz egy könyvet, elővesz egy tankönyvet, rengeteg Munkácsit lát, ezzel foglalkozó tévéadások vannak, közösségi médiában érhetők el dolgok, és most azokat a festményeket, amelyek ott ezeknek általában központi alkotásai, azokat most itt láthatjuk Fehérváron. Pák Imre 2009-ben azzal a céllal hozta létre a Munkácsi Alapítványt, hogy az érdeklődők minél szélesebb körben megismerjék a festőművészt és alkotásait. A 18 éve ugye elkezdtünk utazni Magyarországon, kisebb-nagyobb problémákkal, de mindig sikeresen. A sikert, az mindig önök, illetve a közönség adta a sikert, mert mint egy misszió, elkezdtek jönni az emberek a Munkácsi művészetéért. A művész életútját, művészi pályájának legfontosabb mérföldköveit, valamint archív fotográfiákat láthatnak a látogatók a kiállító terek előtt. Az érdeklődőket Boros Judit, a Munkácsi Alapítvány kurátora vezette körbe. De azt szokták mondani, hogy realista, ez is igaz, de ez egy olyan fajta realizmus, amely nagyon-nagyon erősen kötődik a klasszikus mintához, a nagy festészeti mintához. Pokrovenszky Krisztián főigazgató kiemelte, néhány évvel ezelőtt csak álmodozhattak arról, hogy egyszerre ilyen nagy volumenű kiállításoknak adjon otthont a főépület. A Munkácsi kiállítás az pár évvel ezelőtt még csak egy álom volt számunkra, de az Árpádház programnak köszönhetően olyan megújuláson ment keresztül ez az épület, olyan gépészetet kapott, ami bár megtartotta ugye eredeti formáját, a 18. században épült épület, viszont most már olyan kiállításokat hozhatunk ide, mint például a Munkácsi kiállítás, de ugye mondhatnám a nyitó kiállítást, a királyok és szenteket. A rendház épület felújításának jelentőségéről szólt Székesfehérvár országgyűlési képviselője is a megnyitón. Hosszú-hosszú évekkel ezelőtt kezdtük azt a programot, amelynek eredményeképpen végül is ebben a múzeumban lehetünk ma, és nyithatjuk meg ezt a kiállítást. És azt hiszem, én mindenképpen, de talán mindenki, aki ebben a munkában társunk volt, érezhette úgy, hogy amikor csinálunk valamit, nem látunk előre, csak magunk elé nézünk, és a feladatot nézzük, akkor az volt a feladat, hogy a rendházat, a volt ciszterci rendházat, a múzeum épületét fel kell újítanunk és rendbe kell hoznunk, hogy majdan legyen benne egy kiállítás, amely bemutatja az Árpádok művét. Különleges fehérvári tárgy is látható a kiállításon, a Szent István Király Múzeum képzőművészeti gyűjteményében őrzött, a 18. század végén készült francia neoreneszánsz karosszék, ami Munkácsi Mihály párizsi műterméből származik. Ybl Ervin hagyatékából került a Szent István Király Múzeum tulajdonába, és a Budenzház béli kiállító helyünkön volt látogatható és látható. És a kiállítás kapcsán, amikor már felmerült, hogy munkácsi képek érkeznek, akkor végignéztük a múzeum gyűjteményében, milyen munkácsi relikviákat, milyen hozzákapcsolódóhoz, vagy korszakhoz kapcsolódó tárgyakat találunk, és aztán mindenki a homlokára csapott, hisz nekünk van egy karosszékünk Munkácsi párizsi műterméből. A megnyitó Lakatos György hegedűművész előadását hallhatták. A kiállítás szeptember 16-ától egészen 2024. január 14-ig tekinthető meg a Szent István Király Múzeum rendház épületében.